sokat járok éjszaka haza előadás után, és a rakparton végig jöve csodálatos nézni ezt a helyet, a várat, magát. Két évig voltam a Nemzeti Színház tagja, és több bemutatón volt például a Várszínházban. Sokat sétáltam a várban, tehát ennek a résznek valami hihetetlen ereje is, vonzása van. Különleges jó érzés, hogy a kisebbik fiam, Máté, ő elhivatott katona és a díszőrség tagja, és most éppen a Sándor palotánál teljesít szolgálatot, úgyhogy ilyen módon is picit kötődünk a várhoz. És gyönyörű, ahogy a várnak azt a részét is sikerült rendbe tenni. Abban az időben, amikor picit elhanyagoltabbnak tűnt a vár, akkor is az embernek a lelke valahogy másképp mozdult meg, amikor ezek között a falak között járt. És ami még számomra megragadó, és talán fontos is a mostani életünkben különösen, hogy funkciója van a Várkert Bazárnak is, funkciója van a várnak. Azért rengeteg olyan rendezvényt tartanak, ahová nagy tömegeket várhatnak, nagy tömegek mozdulnak meg, és ebből fakadóan én azt gondolom még fontosabb, hogy ezekre a dolgokra jobban odafigyeljünk.